A Marosvásárhelyi Bernádi Ház 25 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, idén a járvány miatt azonban csak visszafokott megemlékezésre kerülhetett sor. A megszokott gála esemény elmarad, a dr. Bernádi György alapítvány a virtuális térben ünnepli a kulturális központot. A Bernádi Ház 25 éve nyitotta meg kapuit a közönség előtt, és 23 éve szerveznek Bernádi napokat Marosvásárhelyen. A rendezvény sorozat minden alkalommal színes kulturális pezsgést hozott a város életébe. A hagyományt meghonosító dr. Bernádi György közművelődési alapítvány idén is gazdag programmal készült. A járványügyi helyzet súlyosbodása miatt azonban le kellett mondani a nyilvános rendezvényeket, csak egy rövid koszorúzásra kerülhetett sor a Bernádi szobornál. A Bernádi Ház eddig több mint 3000 kiállításnak, rendezvénynek és találkozónak adott otthont, mondta el híradónknak Borbély László, az alapítvány elnöke. Mindenképpen számunkra ez egy kihívás a következő évekre, hogy még több rendezvénnyel, még több olyan hangulatos találkozóval képzeljük el a Bernádi Ház életét, hogy 25 év múlva és 50 év múlva is itt érezzék jól magukat az emberek, legyen egy olyan szigete a marosvásárhelyieknek, ahova szívesen jönnek. A Bernádi Ház alapításának 25. évfordulóját az alapítvány virtuálisan köszönti. Online visszatekintés mutatja be a népszerű kulturális központ negyed századát. Az Izsák Ildikó és Barabási Ede által készített filmben sok arc és esemény felvillan, akik a marosvásárhelyi magyarság közkedvelt művelődési hajlékát méltatják. A filmet holnap, szombaton este 21 órától tekintetik meg az Erdélyi Magyar Televízióban. A 25 éves Bernádi Ház tevékenységéről készült filmet október 31-én, szombaton este 9 órától vetítjük az Erdélyi Magyar Televízióban.